Sziasztok! Itt van mellettem a januári elfogytakos dobozom. Tudom, hogy február közepe van már mindjárt, de sajnos nem tudtam másképp megcsinálni, nem tudtam előrébb hozni, nem tudtam felvenni. El voltunk mellben, most betegek a gyerekek, úgyhogy egy kicsit el vagyok csúszva a dolgokkal, de remélem, hogy ezt így is megnézitek és elnézitek. Úgyhogy nem is kategorizáltam, nagyon kevés termék van. Csak így belenyúlok, kiveszem, megmutatom, és nem fogom így kategóriákra szétszedni, mert nincs annyi, hogy pakolgassam. Bele is ugrok a legelső termékbe, az nem más, mint egy ilyen nagy doboz Alouette 110 darabos XXL csomagolásos törlőkendő. Tudjátok, ezt az arcomhoz szoktam használni, mikor arcot mosok, hanem inkább így tapogatom. Valahogy a törölközőtől nagyon kiszárad. Nekem ez vált be tapogatós módszerrel. Ez nagyon sokáig volt elég, megmondom őszintén, mert nagyon vastag volt, és egy darab elég volt egy arcmosáshoz is. Úgyhogy ez alig most fogyott el, még terhes voltam, amikor vettek. Elfogyott egy szoftlán öblítő, ez a Orchidea vanília illatban, 40 mosásos. Németországból hozza a férjem. Nekem bejön, tetszik, szeretem, nagyon jó az illata, de nem a nem a kedvencem. A zöld változat, amit most használok, azt hiszem, hogy orgona világ van itt rajta, de ette zöld alma illata van, azzal jobban meg vagyok elégedve. Erik végre kiürítette ezt a Sensi Dent 1-től 6 éves korig való fogkefét. Ezt a Müllerben lehet bevásárolni, és valamilyen potton pénzért 500 forint alatt 3 fogkefe. Egyet most cseréltünk le a Zoviba, egy használatban van, és még egy van itthon, de nem sokára cseréljük, amit most használ az újjal, úgyhogy el fog fogyni, nincs értelme már tartsam a dobozát. Popsi törlőknél van itt 3 slipi, és elfogytak a slipi pelenkáink. 70 darabos parabén és alkohol friss. Jó voltak, jó volt ez a kis zárható, visszazárható kis szeletje. Én meg voltam vele elégedve, árban is nagyon jó. Van itt egy Baby Love 80 darabos kiszerelés. Ezt is szeretem, viszont egy picit Csillagom, odaadod a comikát a Lacinak? A comikáját, ott van a pihenőszék mellett. Köszönöm. Ez is jó volt, de mint egy kicsit száraz lett volna, de nem tudom. Nem olyanok már ezek a babylavos törlőkendők, mint voltak ezelőtt 5 évvel, 4 évvel Erik idejében. És van még egy nedves toalettpapírunk, ez a Deluxe Kamillával, 50 darabos, isteni, nagyon szeretem, ti is tudjátok, hogy ha választani kell, akkor a kamillásat a DM-ből választom. Tusfürdő, Kusel Vejt öblítő, ez a kék 38 mosásos, tudjátok, ez a német kokkolinó, nagyon jó illata van, nagyon szeretem. És teljesen jól tartja az illatát, érződik még napok után is a házban a jó illat. Találtam még egy popsi törlőt, és vannak itt tusfürdők.
egy darab dusdás lime and menta illatban szeretem, bevált, nem szállít. Úgy néz ki, hogy a tárhely az megadta magát. Újból, ahol maradtunk. Dusdás lime and menta, gélállagú, gyorsan elfogy, de attól a pénztől, amennyiért ezt meg tudom venni, nem is várok többet, mert olyan árban van, hogy nem baj, ha gyorsan elfogy. Szeretem, a férjem és a gyerek is szereti, ők elhasználták ezt. Eri! A fiam takarítgat. Szóval, három az egyben, férfi illat, nem tartalmaz ilyen kis mikroplasztik granulátumokat, szóval környezetbarát, mondjuk úgy. Puff, puff. Én orientális illatnak tudnám be mondani. Jó volt, elfogyott. Nivea Cream Care, ez a hagyományos. Benne kapcsolod újra azt a porszi csillagom. Rajta van a végén az orszi porszi. Cream Care, ez a hagyományos, ez se olyan volt már, mint régen. Nagyon jó az illata, még mindig, nagyon jó az állaga, a testem imádja, de az illata, mintha nem az igazi volna, nem tudom. Fiúk elhasználtak még egy ilyen Johnson's Bedtime Lotion and mit tudom én, milyen csalacuccot. Még van benne egy kicsi, de valahogy nem jöttünk ki vele, nem barátkoztunk össze. Testápolónak is lehet használni, és tusfürdőnek is. És tusfürdőnek olyan furi, testápoló állaga van, és mikor úgy szeretnéd, úgy nem habzik úgy olyan, nem. Szóval én megmutatom nektek is. Eriknek a keresztanyától kapta, Lacik a sógornőmtől, de ez valami kegyetlen volt. Nekem nem, én nem szeretem. Elfogyott egy szudokrem, ezt még terhesen vettem, ezt használtuk a legelejétől. Egy nagyon kicsi van még az aljában, de valamiért Lacika szerintem fogzik, mert megy a hasunk, piros a feneke, dől a nyála, mindent a szájába vesz, és felsír, keservesen sír, éjszaka is, napközben is, úgyhogy szerintem fogzás van, de ez már egyáltalán azt vettem észre, hogy csillagom, lenelőd az ágyul azt a pihenőszéket? Halkabban egy kicsit, jó? Ott a fülénél? Ne etessed! Ne etessed! Erik, hagyja, eteti magát, hagyd békén. Valahogy ugyanolyan piros a feneke tőle, szóval ezt most már kiselejtezem. Sampon. Tudjátok, kezdeném ott, van a DM-nek és a Rossmannak is ez a változatos samponja. Utálom őket. Nem tudom, hogy miért vettem még a Müllerbe is egy ehhez hasonló tubusos sampont, mikor ennél undorítóbb csomagolás nem találhatnak ki. Szóval ezt úgy képzeljétek el, hogy rátettem a ablakpárkányra, és az egyik kezemmel próbáltam fogni és nyomni is ugyanabba az időbe, és alatta volt a kezem, és úgy tudtam kifacsarni belőle a terméket, vagy így nagyon összegyűrögetni, mert annyira kemény, és annyira fáj a kezed, és annyira hülyén van kitalálva, de maga a termék isteni jó. Úgyhogy ezt, hogyha valaki látja, úgy a DM-esek, mint a Rossmannosok, tegyetek már valamit ellene, mert ez nem jó így. És megvenném ezt a terméket, így 500 forintért is, és még 1000 forintért is, ha másolna a csomagolása. De a csomagolása miatt nem fogom újra venni ezt se. Múlt hónapban elhasználtam az argánolajasot a Rossmanntól, évekkel ezelőtt a DM-esedet, de nem fogom megvenni. Na. Azt
tisztító. Kedvencem 150 ml-es, vegán, mindenmentes, parfüm, színezék, alkohol, mindenmentes, gyönyörű. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép összetevői listái vannak. Ez nem más, mint a DM Balea Medes vonala. Ez egy illat nélküli. Teljesen el van fogyva. Én nagyon szeretem, már benne van a kosaramban, úgyhogy már újra is fogom rendelni. Én nagyon szeretem, és teljesen tudom nektek is ajánlani, 1000 forint alatt van, akinek nincs egy nagy kerete a jó arcápolásra, az tényleg próbálja ki, 1000 forintért megéri. Jövök! Szóval akinek kicsi a kerete egy jó arcápolási rutinak, annak azt mondom, hogy a Balea Mednek 4-5 termékét, ha megveszi, 5000 forint alatt van, sőt, szerintem 4000 forint alatt van, és van asszisztítója, szérumja, tonikja, micellás vize, sminklemosótej, és bátran tudom nektek ajánlani, nem fogtok csalódni a bőrötöknek, rosszat nem tesztek felé. Van még itten egy körömvirágkrém. Jó teszi a dolgát, ezt már láthatátok nálam a csatornán. Egy csibebogyó csatlakozott hozzánk. Szóval egy körömvirágkrém, amiről nem szeretnék sok mindent beszélni, mert már volt róla szó a csatornán. Kedvenc iszanás, olcsó, hialuron intenz szérumunk, ez a Rossmann márkás. Én nagyon szeretem, csatolok bennetek ide egy képet is, hogy lássátok jobban. Teljesen meg vagyok vele elégedve, viszont most egy olyan bőr problémát sikerült összeszednem a homlokom és szemöldök tájéken, hogy sajnos ezt most egy kicsit nehezen tudom kikezelni. Meglátjuk, hogy mi lesz. Van még itt egy Altera Rossmannos pici kis 50 ml-s. Mindegy, 50-30, nem tudom. Egy ilyen pici kis tusfürdő, ezt annó azért vettem meg, hogy a kórházba vigyem, hogy ne vigyek nagy tusfürdőt. Hát sikerült valahogy elhagyjam otthon, itthon, nem tudom, hogy hol lett, de a lényeg az, hogy nem lett meg végül, úgyhogy nem tudtam elhasználni, itthon fogyott el. Van egy Andi márkájú 8 darabos tampon. Eriknek egy szignálfogkrém. Jó volt, de nem volt valahogy az igaz, nem szeretett nagyon utána nyúlni. És az utolsó két dolog, az kettő csomag betét, mind a kettő a Bellától. Van egy ilyen, tetszik, van egy ilyen zöld változatja, és egy ilyen rózsaszín változata, mind a kettő Bellás. Úgy képzeljétek el, hogy én az ilyen alsóra ragasztható betéteket sosem szerettem ez alatt, az tizen pár év alatt, mert valahogy nekem mindig kikezdte a combrésznél, és így mellé próbáltam, hűdebe vagy indulva, próbáltam nem használni őket. Viszont ennél azt vettem észre, hogy nem pattogtam ki, nem volt rossz, nem volt kellemetlen, nem volt semmi, úgyhogy teljes szívvel tudom nektek is ajánlani, azért is mutattam meg nektek. Ez lett volna a januári elfogytak videónk, még február közepe van, és nekem üres a dobozom, úgyhogy nem tudom, hogy február végén mit fogok nektek tartani, de ha nem, akkor majd
márciusban megmutatjuk a februárit is. Addig is köszönöm, hogy itt voltatok. Kis Gyuszika az nagyon beindult. Köszönjük, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Macius, nem akar most tárgyalgatni. És találkozunk egy következő videóban. Vigyázzatok magatokra. Pa, pa!